Jó reggelt kívánok, és köszöntök mindenkit az Instás 30 ezres hét második videójában. A mai nap nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lesz, ugyanis... ugye csak úgy mondtam, nem tudom, hogy milyen lesz a mai nap még. Viszont az biztos, hogy most éppen reggelizem. Nézzétek, milyen szép. Ez egy laktózmentes joghurt, málna és magvak vannak rajta. Vagyis hát ilyen granola, nagyon tetszik. És nagyon finom. Egy chai lattét iszom mellé egy presszó kávéval. Elmondom, hogy mi fog majd történni. Szóval, most Lala meg az öccse itt vannak, vagyis hát igazából Lala egész családja itt vannak Budapesten. És a mai nap az van, hogy a Lala szülei elmentek valami fürdőbe, ilyen egész napos programra. Viszont a Lala és az öccse nem szerettek volna, ezért mi hárman együtt fogunk programozni, várost nézni, szerintem valami múzeumba is fogunk menni, én nekem mindenképpen el kell mennem az IKEA-ba, enni, inni, mindent fogunk majd csinálni. Úgyhogy gondoltam, hogy ez a vlog szuper izgalmas tud majd lenni. Amúgy eléggé késésben vagyok, mert hamarabbra beszéltük meg az időpontot, konkrétan nekem így most kéne odaérnem, de én éppen nyugodalmasan reggelizem, és videózom magam közben. Ja, egy kicsit talán meg kéne magam sietetni, de azért eszem mindenképpen, mert azt vettem észre, hogyha valamit eszem, mielőtt neki megyek a nagyvilágnak, akkor sokkal jobban tudom magam így kordában tartani, kajatéren, szóval sokkal kevésbé csábulok el, ugye, mert nyilván van valami a gyomromban, és nem vagyok haláléhes, ezért sokkal inkább tudok megfelelően gondolkodni kaja a szempontból, hogy nem éhen halok, és betérünk az első zsírba tocsogó sült krumplishoz, hanem át tudom gondolni, hogy mi az, amit meg szeretnék enni, amit a testembe szeretnék bevinni, meg ilyenek. Úgyhogy ezért mindenképpen minden ilyen elindulás előtt reggelizem itthon, és ez amúgy mostanában tökre jól bevált. Na, itt is vagyunk. Köszönést szeretnék kérni. Ja, jó napot! Jó napot! Beültünk a Herbár nevű helyre, ahol az egyik barátnőnk dolgozik, a Fanni. Mivel én most kávéztem és reggeliztem, amit ugye láttatok, ezért kényszerből kértem egy itt és étlapot, amúgy nem tudom mit kérek, csak ide jött a pincérnő, és nem, mindegy, kicsit furán érztem magam. Válasszunk valamit, ti mit ittatok? Cappuccinót. Ja, amúgy ezt nem mondtam, képzeljétek el, hogy három napja már próbálok ilyen glutén meg laktózmentes cuccokat enni meg inni. Ez azért van, mert nagyon utána olvastam a pattanásaim jelentésének, és valószínűleg valami kajával kapcsolatos problémám van, ezért így tesztelgetem, hogy mi van. Nem azt mondom, hogy teljesen 100%-osan glutén és laktózmentesen eszem, de hogyha van olyan opció, és a legtöbb helyen amúgy hál' Isten van olyan opció, akkor olyat szoktam kérni, szóval mármint, hogy nem laktózmentes tejet, hanem növényi tejet szoktam. Megérkezett a rendelésem, egy nagyon exkluzív espresso kávét kértem, és egy szigetközi mentes vizet. Ez a kényszer rendelésem, mert kellemetlen éreztem volna magam, hogyha nem rendelek semmit. Ez látható itt. Köszönöm szépen! Tessék, szívesen! Nem fog hátrásni? Nem, fogom. Végig? Igen. Megesítek a rágómat? Most vettem ki a számból. Ki kéri? Nyereményjáték hamarosan. Izgulsz, Marcel. Igen. Marcel, én már sétáltam haza az IKEA-ból. Miért? Egyszer. Mert éjszaka volt, és lekestem az utolsó metrót, és nem volt kedvem ilyen buszt keresni, meg ilyenek, csak azon sétáltam az IKEA-ból. Ja, és képzeld el, hogy annyira elővigyázatos, előkészületes, nem tudom, hogy ezt hogy mondják, voltam, hogy elhoztam magammal a nagy kék szatyrot, tudod, az IKEA-sat, meg egy táskát is, hogy ne ott kelljen. Jó. Úgyhogy büszke lehetsz magamnak. Ez jó. Mi van? Büszke lehetsz rám, fejlődök. Ügyes vagy. Mentes víztészteszt. Úgy néztek rám a másik, aztán mindjárt megölni. Amúgy jó a presszó kávére, de most jövök rá, hogy ez egy élvezhető dolog. Meg hát ez egy élvezhető dolog, nem olyan, mint... Tehát, hogy én azt hittem, hogy csak az ilyen teljes kávék elvesztő, ilyen cappuccino, vagy láttam egy ilyenek, de amúgy ez is jó. Na, végeztünk is a kis, nem tudom minek hívjam, kávézással, és most indulunk tovább a IKEA-ba. Az lesz az első programunk, ugyanis az egyik ismerősöm nálam alszik holnap, és ilyenkor így el szoktam gondolkodni azon, hogy így a normális embereknek mi van a lakásukban. Mert
Nem tudom, mindig attól félek, hogy valami hiányzik az én lakásomból, ami a normális embereknek van. És azt tudom, hogy például nincs annyi paplanom, amennyire szükség lesz, úgyhogy azt be fogjuk szerezni az IKEA-ból. Aztán még körülnézünk, szóval nem feltétlen fix, hogy csak paplan lesz belőle, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy nem csak az lesz. Úgyhogy egy IKEA shoppingot is beiktatunk mára. Ja, és amit nem is mondtam, hogy a mai nap fő programja az az lesz, hogy este megyünk hajózni. Egy ilyen éjszakai hajózásra a Dunán, amit én már nagyon-nagyon várok, mert éjszaka még sose voltam hajózni a Dunán. Time to say goodbye. Ez lehet, hogy nem, fájni fog a kezed így. Jó. Megérkeztünk az IKEA-ba, és az első dolgunk az lesz, hogy eszünk, ugyanis nem tudom, lehet, hogy nem kell elmagyaráznom, hogy mi. Hogy nézettem ez a nő? Ezért nem először bevásárolunk, mert az úgy kényelmetlen lenne, úgy... Ez át van rendezve? Igen. Jaj. Na szóval, hogy kényelmetlen lenne úgy enni, hogy közben már nálam vannak a megvásárolandó termékek. Én már ezer éve nem ettem az IKEA-ba, mert ugye a vírus alatt be volt zárva a konyha, vagy az étterem rész. Ez egy tökéletes téli alternatíva a sárra. Amúgy ezekben olyan jó így bele... esni. Úgy, na van itt ilyen furább. De jó! Végre, amúgy én tényleg meg sem tudom mondani, mikor ettem itt utoljára, már. Lele, te mit választottál? Én egy ilyen lazacos avokádós salátát és almás pitét választottam, kaprosan tettem. Szuper. Egyébként ez a torta, én nem is tudtam, csak most, hogy így megfigyelem, ez gluténmentes, tök durva, ezt nem tudtam, de nem akartam ilyet enni. És én a szokásosat választottam, mert ebben nem kell csalódni soha, megint vizet. Na, kiválasztottuk a két paplant, meg a két párnát, és most a legizgibb rész jön, ezt vártam egyébként a legjobban, hogy párnahúzatot, vagy mi párna meg paplanhúzatot kell választanunk, és nagyon a legmegfelelőbbet szeretném kiválasztani, és innen nem annyira tetszik semmi, de majd csak lesz valam. Meg nekem ilyen zöld a lakásom, szóval az... Hát inkább az a zöld, nem? De nem akarok ilyen egyszerű, túl egyszerű. Rosszul vagyok menni. Jó. Szia, Laura! Hello! Mit találtunk? Hát még semmit. És hol vagyunk most? Az IKEA-ba. De miért tartod ilyen közel? És miért vagyunk itt, amúgy? Hát azért vagyunk itt, mert a Bandibá lakáskultúrálilag jelenleg hát így vásárol, és mi elkísérjük, mert jobb barátok vagyunk. Na, végül ezt a kettőt választottam, ugyanis hosszas keresgélés után, és visszatettem a párnát, aztán, na mindegy, hosszú procedúra volt, de ez a két szín az, amit választottam, mert ilyen színű a szobám úgy nagyjából, ilyen olívazöld, ez pedig tetszik. Na, ennyi. Én kinéztem már egy csomó ideje ilyen táskákat, amiből egyébként van otthon az előző generációból, de most, mivel új iskola, új élet, gondoltam, jó lesz, és ez elkezdett a kettő között pacilálok, ami lehet, hogy teljesen ugyanúgy néz ki, de... Szeretném gyorsan közbeszélni, hogy a Lalának ez most az olyan negyedik ugyanolyan táska, és az a legdurvább, hogy mindig itt vesszük meg, mindig egy ugyanolyat, és sosem látom nála. És azt mondta, hogy megunta, és soha nem volt rajta. Mert suliba, tehát hogy suliba szoktam. Ú, de van kékbe, jó, de az mondjuk annyira ott is. Hogy így néz ki rajtam, tehát így néz ki. Szuper. Na, ezek mellett mindig olyan fájó szívvel megyek el az IKEA-ba, mert annyira vennék bármilyen nagyobb növényt, de szerintem nem bírná ki a lelkem, hogyha ezeket így megölném otthon, és sajnos ezt be kell vallanom, hogy nem annyira tudok róluk gondoskodni, mert mindig elfelejtem meg ilyenek, úgyhogy ezek sajnos még mindig itt maradnak. Hogy viselkedik otthon? Most végül, de nem beléltanál, képpel rögtön legyen. Jó, de szép az Ilona! Tegnap volt a névnapja. Boldog néves napot!
Most zavarban van, mert itt vagytok. Igen. Jaj, de szép. Nem. Mi van? Ezek nem örök életűek. Nincs egy hajgumi. Nincs. Na, közben hazaértünk, és elég durva dolgokon vagyok túl, ugyanis... Beszélek! Az volt, hogy vissza kellett mennem kicserélni egy ágynemi húzatot, utána még vettem két mini párnahúzatot, meg ilyenek, mert nem olyan áron volt igazából, mint ami ki volt írva, és azért volt egy kis fennakadás, de mindegy, és most csinálok... Egyébként az Ilona éppen hozzátok dörkölőzik, mármint így a kamerához. Úgyhogy most csinálok egy ilyen kis haul videót, ahol megmutatom, hogy miket szereztem be az IKEA-ba. Köszi! Haul check! Itt van a nagy kék szatyrom, és megmutatom, hogy miket sikerült beszereznem. Kezdjük! Ez kettő... Ez a paplan? Ez a paplan. Igen. Paplan. Egyszerűeket választottam, és a számomra megfelelő hőmérsékletűeket, mert amúgy nekem inkább mindig melegem van, mint fázom, úgyhogy ez szerintem számomra tökéletes lesz. Van kettő párna, amik pedig a legeslegegyszerűbb IKEA-s párnák, mert ennek volt jó a mérete a legtöbb párnahúzathoz, úgyhogy ezt kellett választanom. Az egyik húzat végül tényleg az lett, amit mutattam az IKEA-ban, ez az ilyen olívazöld, milyen durva, úristen. Jézusom, ez ugyanaz. Konkrétan ugyanaz a szín, mint a kanapém. A másik viszont ez lett, mert valami mintásat szerettem volna, de ez viszont azért jó, mert megy a falhoz. Ez is abszolút beleillik a szobába, szóval ez tök jó. Ez lett végül a másik, mert az ilyen rózsaszínes, amit választottam, az sokkal drágább volt, mint ami ki volt írva. Szóval 4990 volt kiírva, és a gép a végén, ahol így pittyogtatni kellett, ott 14.990 volt, és annyira meg nem akartam megvenni. Vettem a két kispárnámra, ami most éppen fekete húzat van, kettő zöld színű cuccot. Az egyik ilyen puha, ilyen... Olyan, mint a műfű. Hát kinézetre igen, fogásra nem, de tényleg olyan, mint a műfű. Ez pedig ilyen... Ez is ilyen nagyon puha tapintású, ez meg ilyen rendes olívazöld, ez meg ilyen mély zöld, vagy méregzöld, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. A legrandomabb dolog, amit vásároltam, az egy filc készlet. Nem tudom, hogy miért, de nagyon sokféle szín volt benne és tetszett. Macskahenger és macskahengerhez való fejek. Tudjátok, ilyen szőszleszedő cucc. Illetve az új gyertyákat is ki akartam próbálni, ez mentás, mint Marokkó a gyertyák neve, és nagyon durván menta illatuk van, úgyhogy ez nagyon tetszett, meg szerintem ugye mivel zöld, ezért illik is a szobába, és ez lehet, hogy túl nagy hülyeség, de ezt hasonló színek, mint ez, és ezért vettem ilyet is. Ennek amúgy meg sem néztem amúgy, hogy milyen az illata, de látom, hogy ilyen sütis, vagy nem tudom. Amúgy nagyon jó illatuk van. Igazából most tökre tudtam uralkodni magamon az IKEA-ban, mert nem vettem annyira ezen kívül semmi felesleges dolgot. Ez lett volna az IKEA haulom. Köszönöm, hogy végighallgattatok. Nincs mit. Köszönjük. Köszönjük. Igen, igen. Erre nem a nincs mit a jó válasz, hanem hogy mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Ja, igen, tényleg. Mit csináljunk? Hát csináljunk képeket. A tengerparton. Vagy mi? A tengerparton? A Dunaparton. Beteszem a mosást. A izéket nem mosom ki. A paplant, meg ilyenek, azt nem kell, nem? Nem mosom. Milyen szaga van? De mindent mossak ki, de... A felnőtt élet nem nekem való. Mindent mossak ki. Hát de műanyag szaga van tökre. De ekkora a mosógépem dobja. Hát konkrétan egyesével kell kimosnom mindent. Hát gyors programon. Mit moshatok egybe? Szóval például most ezt kimoshatom a zölddel? Rá van írva. A Marcel simogatja az Ilonát. Feljössz. Jó éjszakát kívánunk! Ú, ez nagyon undorító lenne kimosás nélkül ezt feltenni, milyen kemény. Ez viszont nagyon jó. Az egy opció, hogy azt mondom, hogy leszarom, hogyha ez zöld lesz, és beteszem együtt. De nem lesz zöld, ha 30 fokon van.
Lejöttünk közben a fotózni, mert a Lalának van egy tök jó kamerája, és össze akartam állítani magamnak egy olyan outfitet, amiben így jól érzem magam. De jól nézel ki, valamit most jó, de én rosszul vagyok magamtól. Tehát, hogy így nem, nincs önbizalom ebben a pillanatban. De most fotózni fogunk a Dunaparton, és majd, hogyha jók lesznek, akkor Instán láthatjátok az eredményt. Amúgy ma ilyen hisztis napon van, nagyon sajnálom. Barátaim. De miért mész oda? Hova megyek? Most ilyen ronda vagyok, hogy idegesítem. Nem. Úgy nézek ki ezen, mint hogyha a TV2 sífek sífébe. Ők szokták ezt csinálni. Nem, ez nagyon jó. Jó, menjünk a Shakespeare-hez. Köszönöm. Ezt tudod írni alá, hogy én nagyon régóta szeretem. Nem, hogy a színház az egész világ. Jó. Na itt is vagyunk, igazából ilyenkor ez úgy működik, hogyha ugye nekem most nincs Budapest bérletem, ilyenkor egy 1000 forintos jegyet kell venni a BKV hajóra, viszont hogyha van Budapest bérleted, akkor csak valami jegyet ki kell váltani, de az ingyen van, szóval hogyha havi bérleted van, akkor azzal tudsz ingyen utazni BKV hajón, ami tök szuper. Na, most bejutunk a lenti részre, mert már nagyon fáztunk kint. Amúgy jó volt kint lenni. Nekem jobban tetszik mindig az ilyen hajókon, hogy a hajóorban vagy a hajó végében ülök, mint így bent. Nem tudom, bent olyan fura. Ami tök jó volt, mert az elején konkrétan a hajó végében ültem, amit tudtam, hogy valószínűleg nem szabad, de gondoltam, hogy beülök addig a hajó végébe, amíg rám nem szólnak, és konkrétan egy
mert ugye körbe megy a hajó, és az első részét végig ott ültem, és csak utána szóltak rám, de akkor is kedvesen szól senki. Úgyhogy igen, most megyünk már visszafele, és mindjárt leszállunk. Szóval szerintem teljesen megéri, meg tök jó ez a BKV hajó. Meg szerintem amúgy azért van most már ez, mert ez egy viszonylag nagyobb hajó. Ez egy viszonylag nagyobb hajó, és ott a szabadság szóval. Ez egy viszonylag nagyobb hajó, szerintem, mert ugye alapból a BKV hajók több kicsik, de szerintem azért van most ez megcsinálva, mert több volt rá az érdeklődő, és így mindenki felfért. Mondjuk ülőhelyed nem biztos, hogy van. Szóval most, jó mondjuk holnap augusztus 20-a van, szóval sokkal több a turista, viszont ja, még így is élvezhető volt szerintem. Na, hazaértem, és annyit csináltam, hogy kiteregettem, kiszedtem a mosógépet, kiteregettem, összetörtem egy ketchupot, nagyon jó volt, az egész fal olyan volt, meg ilyenek, és idegösszeroppanást kaptam. Aztán feléledtem a hamvaimból, és észrevettem, hogy mindjárt éhen halok, úgyhogy rendeltem magamnak csirke mellett zöldséggel, és akartam még veletek beszélgetni, lehet, hogy evés közben, de lehet, hogy inkább majd utána eszem. Arról még akartam veletek beszélgetni, hogy észrevettem, hogy azokon a napokon, amikor megemberelem magam, és hiába érzem magam mondjuk lelkileg rosszabbul, Instán egyébként sokszor szoktatok erről kérdezgetni, hogy hogy vagyok lelkileg, hogy érzem magam, stb. Amúgy ez tök jól esik. Csomó ilyen kérdezfeleleknél, amikor kiteszem azt a kérdezős matricát, akkor ez a leggyakoribb kérdés, hogy hogy vagyok lelkileg, meg ilyenek. Egyébként tökre változó, viszont amikor megemberelem magam, és nem hagyom, hogy mondjuk egy napom úgy teljen el, hogy nem bírok egyszerűen megmozdulni, vagy értitek, hogy így nincs kedvem semmihez, nem akarok csinálni semmit, és hagyom is, hogy ez eluralkodjon ez az érzés magamon, az elég szar, viszont amikor megemberelem magam, és az ilyen érzéseket így nem hagyom, hanem azt mondom, hogy jó, menjünk el hajózni, menjünk el, blablabla, az mindig tök jó. Szóval, hogyha egy tanácsom lehet erre a videóra, az az, hogy csomószor az a megoldás, amit nem hiszel, hogy a megoldás, hogyha a lelkileg esetleg nem vagy a toppon egy reggel, úgy kezd fel, hogy azt érzed, hogy nem fogok csinálni semmit, akkor csomószor az a megoldás, hogy igenis kell csinálni valamit, el kell menni programozni, stb. És megadni a lehetőséget, hogy jobb kedved legyen. Legalábbis ezt nem úgy mondom, hogy egy pszichológus vagyok, hanem úgy mondom, hogy nekem ezek a tapasztalataim ezzel kapcsolatban, és ja. Ma például nagyon-nagyon jól éreztem magam, pedig reggel tényleg úgy keltem, hogy fáradt is vagyok, egyszerűen csak így nem, de aztán szuper lett ez a nap végül. És tudom, hogy sokkal rosszabb lett volna, ha végül lemondom a mai programjaimat, úgyhogy nagyon örülök ennek, hogy megtörtént. Viszont elérkeztünk a videó végéhez, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha van kedvetek, akkor kövessetek Instagramon, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogy mindig kapjatok értesítést a videóimról. Én éhen halok, úgyhogy mindjárt megyek enni, és találkozunk holnap. Sziasztok! Most hogy integettem, mint egy elmebeteg. Szóval sziasztok!